Csodálatos titkok. Róz. Kedves naplóm, emlékszel Ali hercegre? Hát képzeld, egy hétre Párizsba érkezik, és Randira hívta Rose-t Andréhoz. Menjünk is gyorsan, mielőtt rabtartom ránk talál. Látnod kellett volna az arcát, amikor elmesélte, hogy egyesek mekkora mázlisták. Bár csak egyszer Adrian is Randira hívna engem André fagylaltozójához, alig, ha nem elájulnék. De velem ellentétben Rose legalább be tudja vallani az érzéseit egy fiúnak. Szerettem volna elmondani, hogy nincs még egy ilyen csodálatos és rendes ember a földön, mint te. Tényleg? Lehet, hogy tőle kéne tanácsot kérnem, hogyan álljak oda Adrian elé. A kis Rose ugyanis jól csavarja a szavakat. Ő a Cica osztály, egy barátunk bandájának a dalszövegírója és az énekese. Aki ha dalra fakad... Ez még kelleni fog, garantálom. Akkor repül a ház. Egyszer búak fel! Egyszer búak fel! Ó, tényleg! Talán megkérem Rose-t, hogy írjunk együtt egy szupcsi romantikus dalt, amit a banda előadhatna Adriennek. Akkor végre megtudná, hogy érzek, és őrültem belém este, vennénk egy nagy házat, egy cicát és egy hörcsögöt is! Ó, ajja, de elszaladt az idő! Már is meg kell keresnem Rose-t, hogy neki lássuk, addig szia, kedves naplóm!